Az Anikó maga volt az élet, a ragyogás. Egy nagyon jó barátnő volt, akiben meg lehetett mindenbe bízni, és nagyon egy odaadó, és mindenbe csak jót lehet róla mondani. Mindig mindenben lehetett számítani rá, mindenhez hozzá tudott szólni, mindenhez volt érzéke, nagyon aranyos volt. Igazi közösségi ember volt. Gyermekkoromtól kezdve nagyon szerettük a családban a verseket, gyakorlatilag az édesanyám nem mesékkel altatott bennünket, hanem a világirodalom legszebb verseit olvasta nekünk föl, és talán ez volt az indítatás. Emlékszem az első versemre, édesapám sajnos később nem élhetett velünk, emigrált, és nagyon fiatal voltam, amikor írtam ezt a verset, hogy madarak, madarak, vigyetek el engem oda, ahová én vágyom, az édesapámhoz. Nekem van egy árzpoétikám, jártam tanulni, hegedülni, de elköltöztünk egy teljesen más vidékre, és abban az évben már nem tudott édesanyám beiratni ott a zeneiskolába, és sajnos a hegedű játék olyan, hogy ha nem gyakorolod, elfelejted, és a következő évben meg már beleértem a tinédzserkorba, nem érdekelt a hegedülés, és ezért az árzpoétikám így szól: hangszerem nem fut ujjam, zenélni sajnos keveset tanultam, így a lélek hangszerén szeretném eljátszani zeném. A legelegánsabb asszony volt. Anikó, nagyon fogsz hiányozni. Minden rendezvényen részt vett, mindig lehetett rá számítani. Rendkívül kreatív volt, sokoldalú volt. Az utolsó emlékem róla, hogy gyűjtötte nekem a teafiltereket, mert arra festegettek, és mondta, hogy majd megyek, megnézem a munkáidat, de nem került erre sajnos sor. Anikó mindig tele volt szeretettel, és nagyon optimista volt. Mindenki arra biztatott, hogy örömmel nézzen az életbe, és pozitívan gondolkozzon. Úgyhogy elsősorban ez az, ami őról lett. Nekünk mindig eszünkbe jut.